Ritter Adél, a Banyhádi Gondozási Központ intézményvezető helyettese vett tehát a Banyhádi Önkormányzat által idén alapított Molnár Józsefnéről elnevezett városi díjat. Ezzel a kitüntetéssel akarja Banyhádváros elismertebbé tenni a szociális munkát. Magyarországon 13 éve köszönték a szakterület dolgozóit. Elismerésük kiemelkedően fontos, mert a felmérések azt mutatják, hogy az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni elhivatottság kérdése, és az itt dolgozók számára a jelentős terhelés miatt hamar elérkezik a kiégés. Ennek egyik ellenszere, mondja Kiskelemen Eszter, a Banyhádi Idősek Otthonának szakmai vezetője, hogy a mostanihoz hasonló rendezvényekkel ismerik el munkájukat. Az az egyéni felelősség, hogy erre oda kell figyelnünk, és amint érezzük magunkon a kiégés jeleit, akkor arra reagálnunk kell tudatosan, tehát ezt nem szabad negatívumként megélni, hanem bizony erre oda kell figyelni, hiszen fontos az, hogy nap-nap után újult erővel és lendülettel tudjuk a munkánkat végezni. A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen a közösségek mindig is gondoskodtak az elesettekről, betegekről. Évszázadokon keresztül az egyházaké ma jó részt az állami a feladat, hogy a szociális ellátást biztosítsa. Ebben a munkában nélkülözhetetlen a szociális munkás szakma.